Rákosmentő önkormányzata a korábbiak során sikeresen vett részt a Rákosmenti Krízistömb Rehabilitáció 2016 elnevezésű pályázaton. Az elnyert összegnek köszönhetően pedig jelentős mértékű fejlesztés indult el a Pesti út 27-29 szám alatti garzonházakban és azok közvetlen környezetében. Mindezeken felül a kezdeményezés részeként a helyhatóság szociálisan is támogatja az érintett családokat. Idén nyáron az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan szintén egy kézműves tábor megszervezésére került sor, kifejezetten az akcióterületen élő gyermekek részére. A Rákoshegyi Közösségi Házban megvalósuló esemény lebonyolítását ezúttal is Szabó Tiborné önkormányzati képviselő koordinálta. A gyerekek nagyon sok érdekes programon vettek részt. Először is 15-en vannak, mert a pályázatban 15 gyerek befogadására volt lehetőség. Van közöttük olyan, aki egyedül van itt, de van olyan, aki a testvérével, sőt két családból 3-3 gyerek is van itt már a táborban. Naponta 4-szer kapnak étkezést, reggelit, 10 órait, ebédet és uzsonnát. Általában reggel 7 órától hozzák a szülők, mert aki 7:30-ra megy dolgozni, akkor annak természetesen bevállaljuk onnantól, hogy itt lehet a gyermeke, és általában délután 5 órakor el is szokták vinni a gyerekeket. A foglalkozások során a jelenlévők egy héten keresztül minden nap helyi kötődésű képzőművészek segítségével alkothattak. Többek között Rácz Katalin szobrászművész és Kacsó Péter keramikus kezei alatt bontakoztathatták ki tehetségüket. Utóbbi hangsúlyozta, a készségfejlesztő tevékenységek igencsak népszerűek a gyermekek körében. Az agyag az mindig egy nagy varázslat, mert a gyerekek el vannak varázsolva a korongtól, de ugyanakkor, hogyha ügyesen forgatod az agyagot a kezedbe, akkor is érdekes dolgokat lehet belőle csinálni, és akkor mindig el vannak varázsolva, hogy hoppá, ilyet lehet csinálni. De ez azt hiszem, hogy benne van az embereknek a génjeikbe az, hogy az agyagot szeretik megfogni, tapintani, nyomkodni. Ez egy érdekes dolog. Szabó Viktor második alkalommal vesz részt a táborban, és mint utalt rá, számára a legmeghatározóbb élményeket azoknak a tárgyaknak az elkészítése jelentette, amelyeket a képzőművészekkel közösen alkottak meg. Csináltunk ilyen bobát is. Én ninja csináltam, és csináltunk ilyen szatyrot, amilyen hajó is rá van téve szám alulra. A Rákosmenti Krízistömb Rehabilitáció teljes projektje október 1-én egy nagyszabású rendezvény megtartásával zárul a Rízlevente Sport és Rendezvény Központban, valamint a Népkertben.